Közeleg a bajnoki rajt az NB1B piros csoportjában, így a csapatok sorra játsszák a felkészülési meccseket. A Nyíregyháza Blue Sharks legutóbb Debrecenben az osztálytárs MASZ ellen lépett pályára. Az elmúlt szezonban még élvonalbeli fővárosiak ellen a második félidőben nem úgy működött a játék, ahogyan azt a két cápák szakmai stábja látni szerette volna. Sitko Ernő szerint azonban így is hasznos volt a találkozó. Tapasztalni sokat tudtunk abból a mérkőzésből, sajnos ezek nem pozitív tapasztalatok voltak. Nem magyarázkodni akarok, de azért mindenféleképpen azt hozzá kell tenni, hogy az újdonsült Európa-bajnokunk Mokánszky Máté ugye nem volt ott azon a mérkőzésen, illetve Bazsó Bruno sem volt a csapattal, tehát alapvetően nélkülük álltunk is, egy picit kevesen voltunk így. Ennek ellenére nem szabad ilyen mérkőzést játszanunk. Az első fél időben szépen teljesítettünk, úgy gondolom, hogy nagyon jó első fél időt zártunk, viszont a második fél időben teljesen összeesett a csapat, és ezt nem szabad megengedni. Olyan volt, mint amikor egy teniszmérkőzést nézünk, és két győztes szett után 6-0, 6-0, 6-0-ra veszíti el valaki a találkozót. Tehát úgy gondolom, hogy mindenféleképpen előre kell lépnünk abban, hogy mentálisan sokkal nagyobb erőre van szükség. A két cápák a hétvégén Miskolcon a négy csapatos Szaniszló Sándor emléktornán lépnek pályára. Az első meccset az NB1-es Jászberényen játsszák Tóth Gergelyék. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tudunk megint teljesíteni idegenben. Ugye eddig is az volt a problémánk, hogy idegenben nem teljesítettünk úgy, ahogyan szerettük volna. Idegenben valahogyan megváltozott a csapatnak a játéka, és teljesen más önbizalommal futottak ki a játékosok a pályára, mint a hazai pályán, mint ahogyan ez hazai pályán történt. Ezért is van az egyébként, hogy sok idegenbeli mérkőzést játszunk a felkészülés során. Szeretném, hogyha tudnánk kontrolláltan, fegyelmezetten és végig gondoltan kosárlabdázni, és jó lenne, hogyha ebben az évben egy picit előre tudnánk abban lépni, hogy az idegenbeli mérkőzéseinken sokkal magabiztosabbak és fegyelmezettebbek vagyunk. Azt várnám ettől a jászberényi mérkőzéstől is, ugye a Jászberény megint átcsoportos csapat, tehát egy nehéz ellenfél lesz, de a lényeg, hogy azt várnám ettől a mérkőzéstől is, hogy fegyelmezetten, kontrolláltan azt tudjuk játszani, amit mi szeretnénk, nem pedig azt, amit az ellenfél megenged nekünk. A bajnokság a jövő hét végén rajtol az NB1B piros csoportjában. A Nyíregyháza Blue Sharks oroszlányi meccsét később időpontra tették, így a kék cápák szeptember 20-án hazai pályán a budapesti Honvéd ellen kezdik a szezont.